Egyetlen a főiskolák turisztikai képzéséért felelős vezetőket, akik elfogadták a meghívásunkat, illetve akiket delegáltak. És külön tisztelettel köszöntöm azokat, akiknek a támogatása nélkül ez a program nem jöhetett volna létre, nem indulhatna el. Kovács Balázs úr, a Tanulóközpontos vezérigazgatója, Sárvári Dák Zsófia képviseli a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét. A Hungest Hotels képviseletében Hüvely István vezérigazgató urat, aki most nem tud itt lenni, mert éppen vezetői értekezletet tartja munkatársainak, illetve távolítőben is Viktor Hüvely Zoltán vezérigazgató urat, hiszen az MKÜ is a támogatója ennek a programnak. Végül a rendszeresen sorban nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, akiknek a segítségére, a támogatására szintén számítunk. Engedjék meg, hogy először mondjak két-három mondatot arról, hogy tulajdonképpen miért indítottuk el ezt a programot, majd gyorsan ezután felkérjen Somlyi Zoltán urat, hogy mondja el, hogy az ő oldalukról, a szervezet szakma oldaláról az ötlet tulajdonképpen hogyan jött létre. Amikor ezt a Magyar Turisztikai Szövetség alapítványt 2017 vége felé létrehoztuk, akkor kifejtettük, lenyilatkoztuk, rögzítettük sokszor, sokféle formában azt, hogy ez a szövetség, a szövetségek szövetsége, ez nem a 63. lobby szervezet szeretne lenni a meglévő 62 mellé, és nem azoknak a lobby funkcióját szeretné átvenni, hanem ez egy szakmai szolgáltatásokat létrehozó, az egész turisztikai szakma számára, valamennyi turisztikai szakmai szervezet és az ő tagjai számára értékes szolgáltatásokat nyújtó szeretője kíván lenni ennek az iparágnak. Ennek tulajdonképpen az egyik megnyilvánulása lesz ez a program, amit most elindítunk, ez a bizonyos turisztikai innovációs verseny. A kormány elfogadta 2 évvel ezelőtt a Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégiát, aminek az alapgondolata az, hogy a magyar turizmusban, Magyarország adottságaiban sokkal több potenciál, sokkal több tartalék rejtőzik, mint amennyi ebből a turisztikai vállalkozások üzleti eredményei látszik. Jól működik a turizmus, plusznullás, illetve profit eredményes a szektor, azonban ez a pozitív üzleti működés egy picit törékeny, sokan vannak, akik beruházásokat választottak el, fejlesztéseket odáztak el, tehát működési szinten jól működik a turisztikai ágazat, folyó üzem, ha így nézzük a dolgot, folyó üzemi belételek és kiadások szintjén, de bizony, hogyha azt akarjuk, hogy a bővülés, a növekedés folyamatos legyen, akkor meg kell találni azokat a tartalékokat, azokat a kiadványokat, a potenciálokat, amelyet a következő 10-15-20 év turizmusnak építik. Hol van ez a potenciál? Sok helyen, sokféle formában. Egy biztos, hogy az egyetemeken és a főiskolákban lévő hallgatóknak a fejében, és az ő kezdeményezéseiben és az ő ötleteiben, ott biztosan van valamennyi a föltárható, megtalálható tartalékból potenciál. Tehát ami miatt tulajdonképpen hozzáfogtunk ehhez a programhoz, az az, hogy hiszünk a magyar hallgatók találékonyságában, kreativitásában, és hiszünk abban, hogy erre a kreativitásra, a találékonyságra erre szüksége van a magyar turizmusnak, és meg akarjuk találni ezeket a az értékeket, ezeket az erőforrásokat. A Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégiának az egyik gondolata, hogy minőségi, innovatív termékkínálatot, szolgáltatást kínálatot kell létrehozni. A stratégia egyik pillérének az a neve, felírtam ide, hogy elhivatott szakemberek visszahívó vendégszeretet. Nyilvánvalóan ezek a stratégiai célok, ezek akkor fognak tudni érvényesülni, hogyha megtaláljuk azt a tudást, azt a kreativitást, amire az előbb. Ezzel a kis rövid felvezetővel adnám át a szót Somlyi Zoltán kurátortársamnak és barátomnak, hogy legyen kedves, ő is fogalmazza meg a szállodaipar nézőpontjából ugyanez, hogy néz ki. Majd utána egy picit visszavenném a szót, és arról beszélek, hogy mi fog történni a következő hetekben, és hogy fog működni ez az egész innovációs verseny.